A házasság világnapján Pécsett tartotta a házasság hetének nyitó ünnepségét a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, együttműködve a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületével. Az eseményen házaspárok és fiatalok hallgattak nekik szóló előadásokat, míg a gyerekeket különböző foglalkozások várták. A házasság világnapját amerikai házaspárok kezdeményezésére az 1980-as évek óta ünneplik világszerte. Célja, hogy bemutassa az egészséges társadalom alapjául szolgáló, jó házasságon nyugvó családot. Udvardi György, pécsi megyés püspök kiemelte, hogy a család az örömnek a forrása, az örömnek a helye, ahol természetes módon az emberi méltóság is erőre kap. Mindenki úgy lehet jelen a családban, ahogy a Jóisten teremtette. Fontosnak tartjuk a családot, mint természetes közeget megünnepelni. Sokszor éppen a természetes, mindennapi tapasztalatok az igazi jelentőségét egy-egy dolognak elveszik. Márpedig a család ünnepelni való ajándék, és ezt szeretnénk megtenni. Van okunk ünnepelni, például a mindennapok helytállását, például a férfinő méltóságát, például az embernek a fejlődését, vagy éppen a gyermeknek a növekedését. Beneda Attila, a család és népességpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntő beszédében a társadalmi összefogást emelte ki, amely a rendezvény létrejöttében tapasztalható, és ahogyan az a család a házasság mellett is megvalósul napjainkban. Egy nagyon szét, zilált társadalomnak a kormányzására kaptunk felhatalmazást már 2010-ben, és akkor a legfőbb célkitűzés volt, hogy megerősítsük a családokat, hiszen úgy gondoljuk, hogy erősebb családokból tud egy erősebb nemzet felállni. A házasság hetén különösen fontos azt hangsúlyozni, hogy a házasság az a fajta életszövetség, ami a családoknak az alapját tudja biztosítani. Örömteli hír, hogy 2016-ban 20 éves csúcsot döntött a házasság, kötések száma is adott, és nagyjából ezt a szintet ezt tudjuk követni. Ez azt mutatja, hogy a fiatalokban megvan a hit, a bizalom, a remény a jövőt illetően. A házasság világnapjával rajtoló házasság hete rendezvénysorozat egész héten programokat kínál. Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének elnöke, fontosnak tartja, hogy a házasságnak is legyen egy napja az év során. Nem könnyű, de jó dolog házasságban élni, és emiatt gyakorlatilag egy egész hétre bővül ki, és egy házasság hetét tartunk, ami nyilván a házasság világnapjához csatlakozik. És próbáljuk egy héten keresztül itt Pécsett is nagyon sok rendezvénnyel várni, nem csak a házasokat, hanem a házasság előtt állókat is, meg már az idősebbeket is, ami mind-mind arról szól, hogy ha előtte állunk, hogyan készüljünk rá, ha benne vagyunk, hogyan próbáljuk meg, hogy ez lehető legjobb legyen, és ha utána vagyunk, akkor hogyan tudjuk azt, pláne elvesztjük a házastársunkat, hogyan tudjuk megélni azt az időszakot, amikor egyedül maradunk, hiszen egy jó házasság után nagyon nehéz az egyedül lét, én úgy gondolom. Elmondása szerint azért egy hétig tart ez a rendezvénysorozat, mert egy nap nagyon kevés ahhoz, hogy a házasság örömét sugározni tudják másoknak is. A szombati esemény egyik kedvelt és nagy érdeklődést mutató pontja Lackfi János és Bárdos Júlia előadása volt Vizen járni tilos, avagy Hárman párban Istennel címmel. Az előadás teljes egészében megtekinthető a Pécsi Egyházmegye weboldalán és YouTube csatornáján.